szépséges amerikai színésznőt volt barátja bántalmazta, végül elkeseredésében vagdosni kezdte az ereit. Sebeiről most egy fotót osztott meg a közösségi oldalán, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a családon belüli erőszakra. A poklot is megjárta Evan Rachel Wood, a Westworld című sorozat 31 éves sztárja, aki a közösségi oldalán vallott arról, hogy évekkel ezelőtt egy olyan párkapcsolatban élt, ahol a férfi rendszeresen zaklatta őt fizikailag, érzelmileg és szexuálisan. A színésznő végül annyira kétségbe esett, hogy vagdosni kezdte magát, amiről egy fotót is megosztott a közösségi oldalán. Két évvel az abuzív párkapcsolatom kezdete után önkárosításra kényszerültem. Amikor fenyegetett vagy rám támadt, megvágtam a csuklóm, hogy leállítsam. De ez csak ideiglenes megoldásnak bizonyult. Ekkor már minden áron meg akartam állítani a zaklatást, de túlságosan féltem ahhoz, hogy ott hagyjam. Pár nappal ezelőtt pedig arról számolt be, hogy súlyos depressziója miatt még egy fotózásról is hazaküldték. Ennek a fotózásnak a napján teljesen legyengített a bántalmazó kapcsolat, amiben akkoriban éltem. Csont és bőr voltam, súlyos depresszióban szenvedtem, alig álltam a lábamon. Kitört rajtam az okogás, ezért hazaküldtek. A zaklatás olyan mértékű volt, hogy Evan Rachel Wood 22 évesen megpróbált véget vetni az életének. Ekkor hasított belé a felismerés, hogy segítséget kell kérnie, így végül pszichiátrián kezelték. A történeteivel most a családon belüli erőszakra szeretné felhívni a figyelmet, és erőt adni sorstársainak, akiknek hasonló szörnyűségeket kell átélniük. Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízis helyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is.